sziasztok! Ismét egy videós hírösszefoglalóval jelentkezem, ezúttal a Gigabyte X79-es alaplapjairól lesz szó. Annyi információ gyűjt össze, illetve a gyártó olyan részletes bemutatót küldött nekünk, hogy azt gondoltam, talán egyszerűbb videóban elmondani és megmutatni azt, hogy milyen a Gigabyte X79-es palettája, mint hogy egy túl hosszú és esetleg unalmas írásos anyagba bonyolódjak bele. Mielőtt a konkrét modellekről esne szó, talán néhány gondolat azokról az új technológiákról, illetve újdonságokról, melyek az X79-es Gigabyte palettában mutatkoznak be. Ezek közül a legérdekesebb és talán a legfontosabb a 3D Power technológia, ami egy hardveres és szoftveres együttest takar. Lényegében egy szoftvert lehet letölteni a Gigabyte weboldaláról, ez bárki megteheti, akinek Gigabyte X79-es alaplapja van. Majd ezzel a szoftverrel a fázisállítástól kezdve a feszültségértékek állítgatásán át a frekvencia szabályozásán keresztül elég sok mindent el lehet érni. Ez egy tetszetős, ám kifejezetten könnyen használható szoftver környezet. A 3D megnevezés egyébként alapvetően két dologra utal, az egyik, hogy 3D-s a menő, ami nyilván a tuningolóknak kevésbé fontos, de azért jól néz ki. A másik pedig, hogy három dolgot állítgathatunk vele, ugye az egyik az említett feszültségértékek, ami tuning esetén igazán jól jön. A fázis vezérléssel pedig gátat szabhatunk a túlmelegedésnek és az alkatrészek esetleges károsodásának, míg a frekvencia vezérlés ugye minden túlhajtás alapja. További adalék, hogy ez a 3D Power technológia ez nem csak szoftveres, hanem egyben hardveres megvalósítást is takar, hiszen a Gigabyte itt használ például digitális fázisvezérlést a processzornál és a memóriáknál. Ez az úgynevezett 3-way Digital Engine. Szintén újdonság a 3D BIOS, hogy maradjunk itt a 3D-nél. Ezt is a Gigabyte találta ki. Ez lényegében egy UEFI BIOS, ez egy komoly újdonság a Gigabyte-ról, ugye ők eddig csak ilyen hibrid EFI-ket használtak, most végre valós UEFI BIOS-t használnak, méghozzá a tőlük megszokott Dual BIOS technológiával, és ami még fontosabb, hogy egy remek grafikus felületet adnak. A 3D BIOS kétféleképpen használható, az egyik az úgynevezett Advanced mód, ebben találják meg a túlhajtók, tuning mesterek azokat a kis apró fogásokat, amivel remek tuning eredményeket lehet elérni. A 3D módban pedig egy látványos, de nagyon kényelmesen használható BIOS beállítási opciót kapunk. Feltűnnek egyébként más tuning lehetőségek is a Gigabyte X79 alaplap szériáján. Ezek közül például az OC-VRM kialakítás izgalmas, ami egy 16 fázisú tápellátással, valamint 2x8 pines extra tápcsatlakozóval biztosítja a kellő mennyiségű áramot a processzornak és a memóriáknak. A Gigabyte alaplapján feltűnik egy úgynevezett OC Touch rész. Ez lényegében az Asus OC zónjára hasonlít a legjobban, de a MSI-nél is találunk nagyon hasonló megvalósítást. Az OC zón képességei között említhető az instant kibekapcsoló gomb, az onboard LED, valamint a fázismérési pontok jelenléte. De említhetném a kis plusz-minusz kapcsolókat is, melyekkel a szorzót, valamint a processzor sebességét is szabadon tudjuk állítgatni, akár menet közben is. A kifejezetten tuningra termett X79 UD7-en egy további extra funkció is előbuk, az OC-PEG. Ezt teszi lehetővé, hogy akár 4 videokártyát is használjunk, tehát Quad-SL vagy Quad Crossfire X rendszerben dolgozzunk, és ezzel az úgynevezett OC-PEG-gel akár plusz áramot is biztosíthatunk az extra videokártyáknak. Exkluzív kiegészítő a Gigabyte Bluetooth 4.0 plusz Wi-Fi PCI Express kártya. Ez mind a három alaplaphoz alapból ajándékba jár. Talán egyiknek a használatát sem kell külön ecsetelnem. A Bluetooth-szal ugye az okostelefonhoz vagy tabletkészülékhez párosíthatjuk könnyen és gyorsan a számítógépet, míg a Wi-Fi-vel a világhálót, illetve az otthoni hálózatot érhetjük el. Extra adalék, hogy mind a két részhez különálló kis antenna is jár, tehát a jelerősség és a jelminőség is biztos minden esetben rendben lesz. Játékosoknak szóló gaming feature-ok is előkerülnek az alaplapokon, bár itt alapvetően a G1 Assassin 2-re kell asszociálnunk. Itt a Killer E2100-as LAN-kártyát említhetném, a Front USB 3.0-át, amivel nagy sebességű tárolókat csatolhatunk a géphez kényelmesen az előlapi kivezetés révén, de a Creative X-File hangkártya, az erősített front audio csatlakozó, vagy akár a pisztoly formájú hűtés is izgalmasnak tűnik. A Gigabyte 333-as
jelöléssel ellátott technológiái is jelen vannak, ezek ugye az USB 3.0, a SATA 3, illetve a háromszoros USB Power, nem hiányzik az Ultra Durable 3, és az on-off töltés sem. A Gigabyte 4 tagú X79-es palettájának az élén a már említett G1 Assassin 2 trónol, mindenféle gamer extrákkal, egyedi színezéssel, egyedi dobozzal és meglehetősen egyedi hűtéssel. Tulingolóknak készült az X79 UD7, amit a korábbi YMLB platformot bemutató videóban én csak az X58 AOC egyik reinkarnációjának neveztem, hát most alaposabban átvizsgálva az alaplapot meg kell állapítanom, hogy valóban erről van szó. A Gigabyte mindent a tuningra hegyezett ki és ennek rendelt alá, ez egy nagyon tisztelendő eljárás egyébként, így nem keverik a gamer és a tuning szekciót, külön kitalálták a G1 Assassin G2-t a játékosoknak és az UD7-et pedig az OC mestereknek. Érdekes, hogy elméletileg a lista közepén helyezkedik el az X79 UD5, ezzel szemben csak ezen találunk 8 darab memória csatlakozót, ezekkel a kék-szürke bordákkal még formailag is nagyon jól mutat, természetesen a hőcsövek sem hiányoznak, mint ahogy a 3 darab PCI Express 3.0 port és a 10 darab SATA port sem. A Giga X79-es palettájának legalján találjuk az UD3-at, de csak idézőjelben mondom, hogy legalján, hiszen azért a szokásos dolgok itt is jelen vannak, USB 3.0, SATA 6, Crossfire X és SLI támogatás, illetve a 4 csatornás memóriavezérlő, az optikai hangkivezetés, a 8 csatornás audio, tehát itt is nagyon sok minden van. Az alaplap formailag fekete és szürke kifejezetten jól mutat, és árában is kifejezetten versenyképes, több ellenfelét is egyébként pont ezzel a nagyon jó árazással tudja majd megszorítani. Hát egyelőre ennyit a Gigabyte X79-es alaplapjairól, szóval búcsúzom, sziasztok!